Sziasztok! Emlékeztek még a múlt heti útra? Na, ugyanott megyek. Csak persze egy héttel később, és most visszafele. Mert itt onnan terühes kutya. Na, szóval ilyen állapotban van az út egy hét után. Letakarítva nincs, ahogy látszik. Szóval elég vicces a helyzet. De ilyen máskülönben mindenhol. Egy hét alatt nem értek rá letakarítani, de ez nálunk itt már megszokott. Hát ebben a videóban azt is el fogom mondani, hogy a héten nem volt más videójátékok se semmi. Hát egyszerűen nem volt rá idő. Sajnos így állok. Arra sincs időm, amire kellene, nem, hogy még a videózásra is. De remélhetőleg jövő héttől azért kicsit jobban be fog indulni. Utána nekem is lesz két hét szabadság, akkor viszont már, ha minden jól megy, elég durván beindul a videózás egy időre. Utána megint lehet, hogy lassabban fog menni, mert közben vizsgaidőszak is elindul, úgyhogy problémásabb lesz a helyzet, de ha minden jól megy, azért a heti 2-3-4 videó meg lesz, és ha valamivel jobbak lesznek, mint eddig voltak. Szóval várjatok türelmesen. A héten, ha minden igaz, jön az új gép, akinek van valami játéka, amiről szeretne videót, vagy valami, az nyugodtan mondja, és vakáció vagy szabadságom alatt megpróbálok mindenkinek a kívánságát teljesíteni. Persze írjátok le kommentbe, hogy pontosan mit szeretnétek, milyen videót, és én azt nektek meg fogom csinálni. Hát ilyen jó fej vagyok. Úgyhogy ez lenne a kérésem, hogy hagyjatok kommentbe, hogy milyen videókat szeretnétek látni az elkövetkező pár hétben. És akkor megpróbálok inkább arra koncentrálni, nem olyasmikre, ami lehet nem is érdekel senkit. Úgyhogy megpróbálok mindenki kedvében járni. És ez körülbelül csak így fog működni. Főleg ezután, hogyha ennyire nincs időm semmire, akkor legalább azt kapjátok, amit szeretnétek. Tervben van véve ezek az idei újabb játékok újrajátszása jobb minőségben, sokkal jobb minőségben. Talán lesznek hosszabb videók is, még hosszabbak, stb. Majd meglátjuk. De örülnék, hogyha írnátok pontosan, mit szeretnétek, mert úgy sokkal könnyebb lenne nekem is a dolgom. Nem kellene feleslegesen csináljam a... Hát mert végül is miattatok csinálom, mert nekem ez valahol nem üzlet, de unalmamban, hogyha úgy is játszok, akkor már, meg hogyha nézitek a videóim, akkor csak megcsinálom azt, amit szeretnétek. Azon kívül én úgyis még fogom azt játszani, vagy azt csinálni, amit én szeretnék, de nem feltétlenül lesz mindenből videó, mert hát akkor minden nap több videó lenne sokkal. Utána meg az lenne a probléma mindenkinek, hogy telespammolom a YouTube-ja. De amúgy ettől nem kell félni, mert nincs annyi időm úgy, hogy annyit játszodjak. És nem is lesz. Jön a vonat, persze nem látszik, na majd mindjárt talán. Igen, ott van. Úgyhogy a tervben véve az új Counter-Strike-nak a megvásárlása, mert játszottam vele és eléggé bejön. Majd az új gépen szerintem sokkal jobban fog menni és sokkal szebben. Hát ha valami jó kis karácsonyi akció alkalmával meg fogom tudni venni. Azt mondtam, hogy több játékot is szeretnék megvásárolni, de erre most igazán nem nagyon fog sor kerülni, mert nem lesz miből. De lassan ezeket a multiplayer játékokat igen-igen be fogom gyűjteni. Amik tetszenek persze, mert minden szar nem fogok megvenni.
és nem fogok csak azért megvenni, hogy tudjak vele egy-két videót csinálni, hogy multizzak. Szóval ilyen nem lesz. Viszont ami tényleg tetszik, azt meg fogom venni. Előbb vagy utóbb, nem megjelenés alatt, stb. Szépen megvárom, míg csökkennek az árak, egyszerűbb lesz hozzájutni, nem fogok sorban állni, nem vagyok egy ilyen játékőrült, azért se éppen van, hogy két nappal előtte kiüljek az üzletajtóba és szarakodjak ott, álljak sorba, mint egy idiót, egy hülye játékért, vagy egy telefonért, vagy egy akármiért. Van nekem idő kivárni. Aki pedig meg akarja nézni, úgyis megnézi két héttel később is, vagy egy hónappal később is. Nem kell feltétlen akkor. És ott egy héja, vagy sas, vagy mi a bánat. Ez is jó. Közben itt én száguldok 70-nel. És belegondolok abba, hogy én ittem az este, 90-100-szal jöttem, minden útba vazd meg, sötétbe. Hát, kiráz azért egy kicsit a hideg. Na mindegy, elkalandoztam. Én mindjárt itten hazaérek, szóval az lesz, hogy vége lesz ennek a videónak is, mert hát és nagyjából elmondtam mindent. Ha minden jól megy, decemberben jönnek animációkról is videók, hogy bénázok bennük, mert annyira nem vágom őket, de most fogok megjülni, mert muszáj. És akkor ez lesz. Szóval kérek szépen mindenkit, hogy írja le kommentbe, hogy miről szeretne videókat. Lehet szinte bármi. Kommentbe válaszolok szépen mindenkinek, hogy lesz, nem lesz. Körülbelül mikor számíthat rá. Szóval ez a lényeg. Hát köszönöm a figyelmet, és további jó videózást. Ha tetszélek a videóim, nyugodtan iratkozzatok fel, lájkoljátok őket, osszátok meg. Nem haragszik meg értük senki. Én megörülök neki. Na, ennyi volt a videó, sziasztok!